A Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Által működtetett intézmények idén is számos rendezvénnyel, programmal, foglalkozással várják a látogatókat, érdeklődőket. Ebben az esztendőben is minden olyan programot szeretnénk megszervezni, ami 2013-ban, illetve az előző években volt és már bevált. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolnék. Természetesen meg lesznek tartva a színházi előadássorozatok, ugyanúgy felnőtt és gyermekelőadások is. Csatlakozunk nagyon sok programhoz. A kultúra napja természetesen, szabadtéri és beltéri programjaink is lesznek, ahogy az előző években. A szabadtéri programok közül a nemzeti ünnepek, amikben segítséget nyújtunk a szervezésében. A nagyobb rendezvény, a városnapi rendezvény is meg lesz tartva. Gyereknap, földnapja, augusztus 20-ai nagy rendezvény. Tehát ebben az esztendőben is igyekszünk minél szélesebb kínálatot nyújtani, de természetesen nem csak a közösségi ház rendezvényei, hanem a többi intézményünk rendezvényei is nagyon fontosak. Könyvtári foglalkozások, múzeumi foglalkozások ugyanúgy meg lesznek tartva, hogy előző évben is, de a könyvtárnál kiemelném a szavaló versenyt, amit ebben az esztendőben is tavasszal szeretnénk megrendezni. De vannak olyan országos programok, amelyekhez az előző évben csatlakoztunk, és idén is szeretnénk. Ilyen például a kultúrházak éjjel-nappal, vagy a múzeumok éjszakája, kulturális örökség napjai, tehát ezeket is szeretnénk ebben az esztendőben, ahogy az előző évek folyamán megrendezni. Igyekszük színesíteni a program kínálatainkat, hogy minél szélesebb korosztálynak tudjunk megfelelni. Ezen kívül természetesen készülünk olyan programokkal is, amik menet közben, évközben, hogyha tudunk hozzá, csatlakozunk, illetve amennyiben az anyagi lehetőségeink, a pályázati források lehetővé teszik, minél több rendezvényt szeretnénk szervezni. Egyet most mindenképp kiemelnék, ami február végén, március elején lesz, ez pedig az utazás kiállítás, ahol Mezőkövesd díszvendégként fog szerepelni. A nyári szabadtéri programok mellett az őszi időszakban szintén megszervezi majd az intézmény a felnőtt gyermek színház bérletes előadásokat. A programokról részletesebb információt a www.mezőkövesd.hu oldalon, illetve a Közkincstár Nonprofit Kft. Facebook oldalán kaphatnak az érdeklődők.